legyőzte 1-0 arányban a bajnok Konstancai Vítorul együttesét a labdarúgó első liga negyedik fordulójában a sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK. Az újonc háromszéki csapat ezzel sokak szerint a bajnokság legnagyobb meglepetését okozta. Egy döntetlennel is megelégedett volna a konstancai Vítorul elleni mérkőzésen a házigazda Sepsi OSK. Így is rendezkedett be a találkozóra, amelyet még mindig Brassóban kénytelen megrendezni. A meccs azonban úgy alakult, hogy a vendégbajnok csapat nem tudta kihasználni a lehetőségeit, és az OSK előtt is adottak esélyek. Hadnagy puskázta el a legnagyobbat, azonban ugyan ő vett elégtételt, amikor a hosszabbítás perceiben otthagyta a védőjét, és a kapus mellett a hosszú sarokba gurított. Erre a sikerre évek múltán is emlékezni fognak a háromszéki szurkolók, vélik a klubnál. Egy bajnokot legyőzni nem egyszerű, viszont megtörténik. Természetesen most már ez a mérkőzést már a múlté, most már a meccsi mérkőzésen gondolkozunk, de az biztos, hogy ez a mérkőzés a történelemben megmarad az embereknek a memóriájába is, írva is, hogy az első éves ausztrál szereplésünk során megvertük a bajnokot. Négy forduló után az OSK-nak két győzelme van, ami akár azt is jelenti, hogy jól sikerült átvészelni az első ligában való bemutatkozás sokját. A neheze azonban csak most kezdődik, ismerik el, és hosszú út vár még a csapatra, hogy teljesítse a célkitűzését, ami a bennmaradás az élvonalban. 24 órán át tartó futó és kerékpározó versenyt szervezett a Mures Runners Club a marosvásárhelyi Somostetőn. Az emberpróbáló verseny nem éppen széles tömegeknek szólt, azonban így is 15 futó, 7 kerékpáros és 7 váltó csapat nevezett. A kerékpárosok között a marosvásárhelyi György Levente bizonyult a legjobbnak, ő 370 kilométert tekert. A futók között a szintén marosvásárhelyi Kostya Adrián diadalmaskodott, ő 160 kilométert tett meg 24 óra alatt. Szokatlan látvány fogadta a hétvégén a Somostetőre látogatókat, függőágyak, sátrak sorakoztak, kisebb csoportok sportolókat biztattak, akik rendületlenül rótták a köröket. Először szerveztek Marosvásárhelyen 24 órás futó- és kerékpáros versenyt. A futóversenyben a legismertebb név a résztvevők közül Tiberius Érius szupermaratonista, aki az utóbbi két évben egymás után megnyerte a világ talán legkeményebb futóversenyét, az antarktiszi szupermaratont. Viszont míg ott mínusz 30 fok alatti hőmérsékletben futott, itt 35 fok fölött volt a nappali hőmérséklet. Panaszkodott is erre két 10 kilométeres kör közötti szünetben. Soha nem futottam még ilyen melegben. Azt hiszem, hogy fent a tisztáson legalább 40 fokot kaptam el, és ez komoly gondot okozott nekem. Ám már helyre jöttem, és lassan körönként 10-15 perccel gyorsabb vagyok. Nekem az a stratégiám, hogy minden kör után megállok 10 percre, és aztán folytatom holnap reggelig. Nem lesz hosszabb pihenőm. A verseny megszervezését remek kezdeményezésnek tartja Berek Méri Csongor kerékpáros edző. Azonban úgy gondolja, hogy ez olyan sportolóknak fekszik igazán, akiknek már komoly múltja van, mert a fiatalos lendület nem elég. Elsősorban fejben kell felkészülni az erőpróbára. Meg kellett volna tiltani 24-25 év alatti fiataloknak a hosszú indulást. Vagyis az, hogy csapatba elindulsz, az nem egy gond, mert 2 órát, 3 órát képes vagy 4 órát is menni. De az, hogy 24 órát menjél, oda agyban, mentálisan nem tudsz arra felkészülni, hogy végigbírjad a versenyt. Romániában évente egy 24 órás versenyt szerveznek, az előző években Medgyesen zajlott, az idéntől költözött át Marosvásárhelyre. A szervezők úgy vélik, mindenki győztes, aki befejezte a versenyt. Büszkék vagyunk minden résztvevőre, mert minden sportoló, aki ma részt vett a versenyen, bebizonyította, hogy milyen rendkívüli dologra képes. 24 órán át futni, vagy 24 órán át kerékpározni komoly teljesítmény. Amit ők elértek, az rendkívüli dolog. A legtöbb résztvevőnek azonban nem ér véget az idény azzal, hogy itt 100 kilométer fölött futottak, illetve több százat kerékpároztak. A szezon végéig még számos futó és kerékpáros maratonon állnak majd rajthoz.